Üdvözlök ismétlen mindenkit! Más témáról lesz szó. Más jelegekkel. Kicsikét ilyen 24. századi téma lesz. Van az internetezés szokás. Legnagyobb esetben csak letöltések vannak. Szóval azt tesz ki, hogy te minden letöltesz rajta. Nézed a Facebookot, YouTube videókat. Más szolgáltatások is vannak. TikTok, meg 9zakdag. Nem tudom, nem jegyzem őket, de vannak. A legnagyobb hülye videók mennek. Jó nagy hülyeség, ami 20 másodperces. És azt megnézhetek. Örömet ad. Ez internetet. Nem csak arról van szó, van internetet, és már is csak mindent szabadon le bírsz tölteni. Nagyon sokan összekeverik a szabad internetet a letöltésekkel. Filmek, sorozatok, játékok, letöltése, hogy nem adsz pénzt. Érted? Mennyivel jobb? Gyere, nem? És még nézel. Látod azt. Jaj. De jó. Szabadon lebírtam tölteni a játékot, a filmeket, a sorozatokat, egyéb más alkalmazásokat. Szabad internet. Szabad, szabad. Freenet, freenet. Szóval, nem a. Szóval internethez tartozik. Szóval internet az, hogyha megfogom, és minden nap a PC luk, vagy megnyomom egy gombot, régebben volt ilyen YouTube streamen, és akkor felment minden az internetre. Most már nincs más se. Meg kell várni, hogy betöltődjön az oldal, és csak aztán lehet becsukni. És ha egy új streamet akarsz kezdeni náluk, nem mint a Facebook, az még rosszabb, a Facebooknál még egész végig kell egy másik számítógép, ahol megy a stream. Ha nem megy, akkor nem visz rá. A streamen megszakad, valaki ezek az újítások. Azért vannak ilyen újítások, mert nagyon sokan szerintem, de én is ebben csináltam, hogy meg volt egy stream, megnyomtam a gombot, kedvem volt, és a végén meg átírtam. Most már nem lehet, szóval úgy jobban kell figyelni. Ugyanez van a feltöltéseknél is. Ott ez a Google fotó tárhely. Szabad volt mindent feltölteni, korlátlanul. És azt is már le van. Lesz nem sokára korlátozva, márciusban, áprilisban vagy, május vagy júniusban, nem jegyeztem meg. Az sem már nem fog lenni ingyen. Túl sok ingyen élő van. Te. Vagyan a gyenge elmétől meg kell szabadulni. És tudja, hogy ezzel a néhány változtatással mennyi soktól megszabadultak. Mennyi sok bottól, az még gondolom mi a bot, az, hogy kell készülni a botot, ilyen robot, mesterséges, intelligenciás botok, hogy te megfogtad, volt egy gomb, megosztás, feltöltődik a videó, és automatikusan be is posztolta a többi közösségi oldalakra, nincsenek már azok se. Akarod akkor, osztogasd a videóidat,
Akkor fogd meg és egyesével klikkeljél rá a másik oldalakra. Ez így jó nekük, mert az elején adták a gyorst, rászoktattak, most már nincsen. De megszoktad azt, hogy neked rögtön minden kell. És így nagyon sokan nem akarnak változtatni, azok meg ott hagyják. Már is már jóval terhelykapacitásuk van. Marad fönt, nincsen leterhelve a szerverük. Egy pár bot ide vagy oda. Egy pár korlátlan tárhely megszüntetése, már is már jobb a cégnek. De már sokat elért a YouTube, meg az egész Google cég, meg a Facebook is. Meg elsőnek megadta szolgáltatásokat nekük gyorsan, kedvezően, ingyen. És ugyanez, tehát most még felrakja a hirdetéseket, hogy mennyi sima álló gyári munkásnak. Gyors intéze. Azonnali felvételek. Kitöltött papírok. Nincs papírmunkád. Ugyanaz van, mint ami régebben volt. És te aztat megszoktad, hogy nem kell nagyon rajta gondolkodnod. És azt szerint, mi ott van? Hogy ez gyorsan munkám lesz, egy gyors. Ugyanaz a tanítás, mint a ilyen munkavállalóknál. Mégiscsak valamiből kell élniük a Facebooknak, meg a YouTube-nak. Hát így mások, mint a munkavállalók. Üzletelték a korlátlan tárhelyet, mi végén már beszűntek, mert látták már 3-4 év alatt már rászoktatták a javarészt, akik ott voltak, és ennyi. Most semminek kell fizetniük tovább. Ez a valóság, nem pedig lenne a virtuális világ. Ilyen ez, ami logikán alapult. Nem fogja az a rendszer egy adott rendszer ezt sokáig fönntartni. Hát megtelik. És aztán már nincs. Nem lesz tovább. De ezt tovább, hogy rászoktatták 4-5 éven át, van kisebb cégek, még végzik ugyanezt a ütésformát. Ilyen munkavállalatok szólnak. Ez is lehet, hogy megtelt a szektor, és megálltak egy időre. Tudják, hogy ez a 4-3 vagy 4 éven át felettek szoktatva felhasználók. Ez bennük marad olyan 10 éven át. Akkor mi a felének kell fizetni az éhaj? Jáncs mi legyenek? Józan vagyok én, hogy fizessek ezeknek. Ilyen cégek fizessenek ilyen közösségi oldalnak a nevelésé. Hát nem. Ez van. Sokan nem veszik ezt az internetnek a hatásait, mi is itt a szabad internet. Más olyanak azt hiszik, hogy a szabad internet a te szabadon megnézheted a filmeket, a sorozatokat, letöltéseket. De nem. Én szerintem a szad internet az, hogy mindent feltölthetek. Streamelhetek rajta. Nagyon jó megy a streamelés. Van szétugrék, késleltetések vannak 3-4 percig. Ha nincs semmi köze se a szolgáltatónak ahhoz. Ha én streamelni akarok, meg feltölteni, én azt fogom tenni. Addig, ameddig lehet. Addig mindent, addig csak. Lehet. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!